vidám volt, igen, látod, ez vagyok. Hadd mondjam el, mi a legnagyobb titok. Csak rajtad áll, neves, akkor is, ha más, már sírna vissza sosem néz, mert a cél még messze van. Vihar után csillan már a napsugár, szárs oda vár, gyorsan pusszaladj tovább. Neves, mint én, hiszen így lesz csak színes, a világ egy kacsintás, ugye nem is kell más. Hosszú az út, ám az idő oly rövid, dobáld ki hát mind a bús emlékeid. Repülj velem, szédítő boldogság a suhanás. Álmodni jó, hidd el, álmodni jó, hidd el, álmodni jó, hidd el, nem is kell más. A hosszú lábú apu. 11. rész. Egy nem várt név. Tudja, öreg vagyok már, és ez elég gyakran előfordul velem. Hová megy a kisasszonyka? New Yorkba talán? Nem, épp most jövök New Yorkból. Ó, és a Rockwillow Farmra igyekszem. A Rockwillow Farmra? Igen, igen, hallottam. Tehát magácska szemplék vendége. Igen, én. Charlie! Engem bíztak meg, hogy küldjem oda kegyedet. Charlie, vigye el a kisasszonyt. Ő szemplék vendége. Mi? Szemplékez? Hát nem is tudom. Ugyan már ne rémüljön meg. Nem harapják le a fejét. Leharapják a fejét? Csak vigye el szépen a vendégünket. Ne sem kell szállnia a bakról. Ez igazán egyszerű feladat. Hát rendben van, de akkor csak leteszem, és már megyek is. Ne bámuljon már, hallja-e? Bocsánat, vajon mitől fél egy ilyen nagy darab ember? Ott van a Rockwillow Farm! Kisasszonyka, a kapurál nem viszem tovább. Mm-hmm.
gyorsan szálljon le. Igen. Jaj, gyorsan szálljon le! Gyorsan! Hé, de hát mi történt? Na hát, hiszen ez csak egy kis kutya. Aranyos vagy. Csend legyen már! Azt kérdeztem, ki van itt? Jó napot! Engem Griggs úr küldött ide. Eliza, megérkezett a vendéged. Hogy lehet ilyen ruhában ide jönni? Kezit csókolom, én vagyok Judy Abbott. Szóval te vagy a kis Judy. Na hát, milyen bájos a ruhácskád. Na gyere, gyere szépen velem. Igen, megyek. Sokat hallottam már rólad Griggs úrtól, úgyhogy ne aggódj. Érezd magad otthon. Erre. Keri, Keri. Igen, asszonyom. Ennyi az összes csomagod? Igen. Keri, a kisasszony neve Judy. Judy Abbott vagyok. Én pedig Keri. Vidd a csomagját a szobájába. Igen. Hagyja, én is fel tudom vinni. Engedje csak el nyugodtan. Majd felviszem én. Judy! Gyere velem, jó? Igen. Igyál egy kis teát. Szeretném, ha nálunk otthon éreznéd magad. Mindig csináld azt, amihez kedved van. Igen. Mondd csak, kislányom, nem kérsz egy kis süteményt? Köszönöm, nem. Talán majd később kérek. Igazán illemtudó vagy. De nálunk nyugodtan kérhetsz bármiből. Idd meg a teádat, mielőtt kihűlne. Köszönöm szépen. Hát a fenekesre belé! Vigyázz a szádra, hallod-e? Nem beszélhetsz így egy hölgy előtt. Az az átkozott tehén lelegelte a káposztát. Hányszor szóltam már Amasainak, hogy csinálja meg a kerítést, de nem csinál a semmit. George, ez az ifjú hölgy itt arra vár, hogy megismerkedjen veled. Jó napot! He? Judy Abbott vagyok. Nagyon örvendek, uram. Én nem érek rá itt erre felélni. Eliza majd gondodat viseli. Kérem, uram! Megjavítottad a kerítést? Igen. Amasai, a kisasszony Judy. A vendégünk lesz egész nyáron. Judy Abbott vagyok. Jó napot! Na, igyekezz, kimegyünk a földekre. Mi a jó abban, hogy pont nyáron jön ide, amikor legtöbb a munka? Ugyan már, George, hogy lehetsz ennyire udvariatlan a vendégünkkel? Állandóan azt hajtogatod, hogy annyi a dolgod, pedig itt csak Amasai dolgozik, senki más. Mit mondtál? Úgy érted, hogy én nem dolgozom? Azért robotolok egy nappal látéve, hogy Jarvi úrfinak visszafizethessük azt, amit kaptunk tőle. Nem kell állandóan azt bizonygatnod, hogy milyen rengeteget dolgozol. Gazda, induljunk, mindjárt lemegy a nap. Fogba szállt, de ne szólj ebbe bele. Jó. Na, hallgass ide. Mondok én neked valamit, Eliza. Jaj! Judy, kedveském, ne ijedj meg! De éppen ideje valakinek jó módonra tanítani ezt az embert, mert olyan makacs, mint egy összvér. Rajta, taníts meg! Mit képzelsz magadról, mi? Elfelejtetted, hogy kinek köszönhetünk mindent? Mi? Szóval ő küldte ide? Te is nagyon jól tudod. 3 éve nyáron ugyanezt csináltad.
Azt a New York-i kisasszonyt is visszakergetted. Nem te mondtad, hogy ki nem állhatod az elkényeztetett gőgös lányokat, mi? Erről nem beszélünk többet, megértetted? Azt hiszed, te mondod meg? Ne veszekedjenek! Ó. Kérem szépen, ne veszekedjenek miattam! Nem miattad veszekedtünk. Majd igyekszem segíteni magának. És velem nem kell tereferélnie. Ne aggódj, Judy. Neked nem kell George-nak segítened. Még ez is kezdene ilyen flancos ruhában. Oh. Kedves hosszú lábú apu, csodálatos ez a hely. De ha tudtam volna, hogy Mr. Griggs ismerősei ennyire vendégszeretőek, biztosan nem jöttem volna ide. Tudja, vannak emberek, akik szánják a szegény kis árvákat, de olyanok nincsenek, akik valóban szívesen látnák őket. Nem baj, ezt aputól kaptam ajándékba, úgyhogy kibírom. Vizet. Nem kértelek rá. Most a ház körül nincs mit segítenem. Hadd segítsek maguknak. Összepiskolod a ruhádat. Nem számít. Úgyis olyan sok van, nem igaz? Ne zavarj a munkában. Ide teszem a kannát. Igyanak, ha jól esik. Elvehetem? Gyerünk! Hallod el, ne igyál már olyan sokat! Rajta! Nem, kislány, azt nem úgy kell. Jaj, bocsánat, kölcsön adná a csákányát? Hát persze, tessék. És egy nap ebből az erdőből termőföld lesz. Errefelé gondolom, így művelik meg a földet. Így bizony. Minden nemzedék ezt csinálja itt, évszázadok óta. Nem igaz, uram? Na lássunk neki, végezzünk ezzel a sziklával. Segítettél nekik kiszedni a köveket, ám a száj szerint nagyon ügyesen csináltad. Nem tudom. A mi munkánk nem gyerekjáték. Miért van az, hogy te neked soha semmi nem tetszik? Már megint veszekedni akarsz? Legalább az asztalnál nem orogj, és próbálj a képedre erőltetni valami mosolyfélét. Egy férfi nem vigyorog, mint a vadalma. Nem is azt mondtam. Kedvesen, nem tudsz mosolyogni? Tessék mondani, az a fiúcska ott a képen, az a maguk fia. A fiunk? Á, ott a képen, az Jervis úrfi. Ha tudnád, mennyire... Ugye, hagyd már ezeket az ősrégi történeteket. Mire jó ez a sok locsogás? Miért? Mi rossz van abban, hogy beszélek róla? Azért igazán nem haragudhat meg. Még szép, hogy nem haragszik meg. Na, talán van a képemen valami érdekes? Uram, köszönjük neked, hogy ma is bőséges vacsora kerülhetett az asztalunkra. Kérünk téged, áld meg, amit adtál nékünk. Ámen. Ámen. Vegyél, kislányom.
Ámen. Köszönöm szépen. Csodafinom. Én találtam meg. Ott van még egy. Ne! Állj meg! Jól van! Nem veszem el a tiédet, értsd már meg! Ne! Hagyjál békén! Nem veszem el a tiédet! Hagyjál! Hagyjál már! Ne! Köszönöm szépen, Eliza néni! Nehezebb feladat, mint amilyennek látszik, ugye? Igen. Úgy. Nagyon ügyesen csinálod. Komolyan mondom. Köszönöm szépen. Jaj! Ó, belejössz, ne félj. Na, mi van, öreg? Mit nézel? Ma? Talán... Akarsz valamit? Semmit. Figyelj csak, most jut eszembe, foghatnál néhány halat. Főzök Judynak estére valami jó halételt. Nem, most nem megyek, nem érek rá. Ki érti ezt? Napok óta rágja a fülemet, hogy halat akar enni. Nem tudom, mi baja lehet. Judy! Mi van Judyval? Oda nézzen! Mi történt veled? Jól vagy? Te látod ezt? Nevet a gazda. Jaj! Judy! Judy! Tessék vigyázni, bepiszkolódik a ruhája. Kit érdekel a ruhám? Nem esett bajod? Nem sérültél meg? Ti meg mit ácsorogtok itt, maflák? Kerry, gyorsan forralj vizet. George, hozd a kötszeres dobozt. Judy, máskor ne csinálj ilyen meggondolatlanságot, kérlek szépen. Érted? Igen. Lehet, hogy csípni fog, de ez a jó. Na hát, még Jervis Luffy sem volt ennyire vakmerő. Na mondd el szépen, miért mentél le a folyóhoz? Itt csak láb alatt voltam. És azt tetszett mondani, hogy George bácsi szereti a halat. De azt hiszem, engem valamiért nagyon utál. Mert azt hiszi, hogy egy gazdag ember elkényeztetett lánya vagy. De ez nem igaz. Eliza néni, én nem vagyok se gazdag. Mit fecsegtek itt?
Nem számít, hogy gazdag lány vagy-e. Itt csak az számít, hogy milyen ember vagy. A nagyvárosban talán másképp van, de itt csak ez számít. Na. Ó, George bácsi. Hallod, de ne bámuld már. Hozd be a forró vizet, aztán mehetsz. Nem bámultam. Én csak... Kedves hosszúlábú apu, azt hiszem, eleinte félreismertem vendéglátóimat. Árva vagyok, ezért nem bíztam eléggé önmagamban, és ezért vontam kétségbe George bácsi és Eliza néni kedvességét. Hogyan is lehettem ennyire ostoba és érzéketlen? Őszintén szégyellem magam. Odafönt is van még egy szoba. Na hát, ez biztos Jervis úr fié, hogy itt mennyi játék van. És mennyi könyv. Nyomkereső, ez biztos kalandregény. Jé, mit írtak bele? Ha ez a könyv egy szép napon fogná magát, és elkóborolna innen, csípjétek fülön és hozzátok haza, Jervis. Jervis Pendleton? Igen, akkor Pendleton úr, Jervis úr, fi! Eliza néni! Eliza néni! なんとこの農園は昔ペンデルトンさんのものだったんですって。じゃあ、足長おじさんはジャービスさんとお知り合いなのかしら。次回、奇妙な偶然、お楽しみに。Magyar hangok. Dögei Éva, Csondor Kata, Galambos Lilla, Szende Bessi, Kun Vilmos, Borzoltán, Dengyel Iván, Széjes Imre. A főcímdalt előadja Tunyogi Bernadett. Zenei vezető és a főcímdal zeneszerzője Pető Zsolt. Szerkesztő Kovács Katalin. Magyar szöveg Liszkai Szilvia. Hangmérnök Porica Imre és Nyerges András. Rendezőasszisztens Nándori István. Vágó Kovács Jutka. Gyártásvezető Kun Márta. Szinkronrendező Mohácsi Emil. A szinkront a Magyar Televízió megbízásából a Savoy Pt. Készítette a Videobox stúdióban.